Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Ősszel kezdődhet az új projekt. A gyermekparadicsom befejezése után építhetik meg a termálpalotát. 173 új fertőzött. A keddi adatok alapján is kedvezőbb képet mutat a járvány Békésben. Interaktív kiállítás. A megyei értéktár elemeit mutatják be a művelődési központban. 26 itt a sofőr egy hét alatt. Továbbra is sokan vezetnek alkoholfogyasztás után. Kezdődhet a fák meccése. A növények egészségesebbé és hosszabb életűvé válhatnak. A gyermekparadicsom jelenlegi zajló rekonstrukciója a nyári szünetig befejeződhet. Ősszel pedig megkezdődhet a gyulai várfürdő következő projektje. A kupolás wellness és a lovarda közötti épület együttes teljes bontása következik, és egy új létesítmény, az úgynevezett termálpalota jöhet létre. Ez a nap híre. Több elemből áll a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával megvalósuló fürdőfejlesztési projekt Gyulán. Az egyik a gyermekparadicsom átfogó bővítése és rekonstrukciója, amely a jó időnek köszönhetően megfelelő ütemben halad. Fogalmazott Kun Miklós. A gyulai várfürdő ügyvezetője hangsúlyozta, reméli, hogy a június 15-i nyári szünet kezdetére átadják a megújult gyermekparadicsomot. A másik, egyben legnagyobb elem a kupolás wellness és a lovarda közötti épület együttes teljes bontása és egy új létesítmény, az úgynevezett termálpalota építése lesz. Jelenleg a tervezési szakaszban vannak, az engedélyes tervek véglegesítése zajlik. Ezt követően további források beszerzése után idén ősszel indulhat a bontási munka. Az előzetes tervek szerint 18 hónap lesz a kivitelezésre. Van egy akvapalotánk, ami egy fedett élményfürdő, és kellene, szeretnénk egy olyan termálpalotát, ami az akvapalota stílusába épül, de nem a családosokat szólítja meg, hanem pont az idősebb egészségtudatos korosztályt szólítja meg, a gyógyulni vágyókat, és ugye a termálmedencéket. Létesítenénk ebben az épület együttesben. Az épületben jelenleg több funkció keveredik. Étterem, egy átjáró a kupolás wellnessbe, nyári öltöző, raktárak, medence és pihenőtér. Kun Miklós elmondta, ez a rengeteg funkció nem tudja megfelelően kiszolgálni a vendégeket. Egy letisztult funkciójú, bő, kétszintes, fényes és tágas medence együttest, épület együttest akarunk kialakítani úgy, amiből kiúszó-beúszó rendszerű medence is épül, amelyben kiúszó-beúszó rendszerű medence is épül. A tervek szerint a vízfelület megduplázódik és sokkal több pihenőterünk lesz, viszont kiesnek belőle funkciók. És az átalakítás azért nem csak ezt az épületet érinti, hanem a főépületet is érinti, hiszen az öltözők, a raktárak, a dolgozói öltöző, az étterem, minden átkerül majd a főépületbe. Kun Miklós elmondta, az öltözők, a raktárak és az étterem csak akkor kerül át a főépületbe, hogyha a Békés megyei központi kórháztól visszakapják a reumatológiai részt, az a terület, ahová bővülni tud majd a fürdő a jövőben. Egyelőre egy letisztult profilú termálpalota létesül, amiben két szinten három medencét hoznak létre. Emellett lesz egy relax buborék, vagyis egy sószoba is az épületben. Kun Miklós kiemelte, a fejlesztésekkel kulturáltan ki tudják majd szolgálni a gyógyulni vágyó embereket. Hangsúlyozta, ezzel egy olyan összetettséget hoznak létre, amely egyedülálló lesz az országban. A keddi adatok alapján is kedvezőbb képet mutat a koronavírus járvány Békés megyében. A keddi adatok szerint egy nap alatt 173 pozitív tesztet végeztek el hivatalosan Békés megyében. Így a járvány kezdete óta immár 50.475 ember kapta el a kort. Országszerte egy nap alatt 4.411 új fertőzöttet igazoltak, elhunyt 123, többségében idős krónikus beteg. Jelenleg 5.291 ember tápolnak kórházban koronavírusos tünetekkel, közülük 211-en vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 6.384.000, közülük 3.771.000-en a harmadik vakcinát is megkapták. A kommunális szennyvíz koronavírus örökítő anyagának koncentrációja országos átlagban továbbra sem mutat változást, értéke magas szinten stagnál, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Azt írták, számottevő emelkedés vagy csökkenés egyik vizsgálatba vont város esetében sem tapasztalható, a vírus örökítő anyag koncentrációja mindenütt az emelkedett kategóriába sorolható. A koncentráció Békéscsabán is emelkedett, a tendencia itt is stagnál.
Interaktív kiállítást tartottak hétfő délután. A Békés megyei értéktárban található értékekről az Erkel Ferenc Művelődési Központban. A szervezők a gyermekek számára a gyulai és megyei értékekre fókuszáló játékos feladatokkal is készültek. A Békés megyei értéktárban szereplő értékekről tartottak interaktív kiállítást hétfő délután az Erkel Ferenc Művelődési Központban. A megyében tizedikként érkezett Gyulára ez a kiállítás, melynek célja, hogy minél több emberhez eljusson, hogy milyen hungarikumok találhatóak az értéktárban. Csasztvan András elmondta, 67 elem közül 52 tekinthető meg digitalizált formában zenével és három nyelvű tájékoztatóval. Ebből jó néhány meghatározóan nagy létszámmal a gyulai értékek vannak ott, akár nemzeti történelmi helyünk a gyulai vár, vagy éppen a gyulai kolbász, amely nem csak a megyei értéktárban, hanem a hungarikumok közt is szerepel. De hát ide tartozhat akár a Pálinka Fesztivál, és felsorolni is hosszú lenne, hiszen tizenvalahány olyan gyulai érték van már a megyei értéktárban, amelyet érdemes mindenkinek ismerni. A gyermekek számára különböző játékos feladatokkal készültek a szervezők, ilyen a szabaduló szoba jellegű interaktív játék, valamint a geocaching, melynek célja, hogy játékos formában minél több hungarikummal megismerkedjenek a gyermekek. 12 játékos feladatot kell megoldani a gyermekeknek, két csapatba rendeződve. A geocaching rész egy picit átalakult formában, mindig az adott település nevezetes kapcsolódva zajlik, amelyhez ellátogatva a gyerekek nyomokat találnak, illetve kódot fejtenek, majd pedig beltéren szabadúszóbás formában folytatódik a geocaching, mégpedig úgy, hogy egy-egy asztalnál egy-egy állomást helyeztünk el, ott kell megfejteniük egy rejtvényt, ami ugyancsak természetesen valamilyen úton, módon, vagy vizuálisan, vagy hanganyagban kapcsolódik Békés megye nevezetességeihez, szépségeihez. A kiállítást egy héten keresztül bárki megtekintheti a Művelődési Központ előterében. Békés megyében az elmúlt héten 26-szor intézkedtek ittas járművezetés gyanúja miatt a rendőrök. A közúti ellenőrzések célja a szabálytalankodók forgalomból való kiszűrése és a szabályosan közlekedők védelme. Szabálytalanul közlekedni kockázatos, ittasan vezetni pedig veszélyes, hangsúlyozta a rendőrség. Ráadásul nem is mindig csak az sérül meg, aki okozta a balesetet, hanem gyakran vétlen sérültjei, áldozatai is vannak az ütközéseknek. A Békés megyei rendőrök emiatt nagy hangsúlyt fektetnek a közúti ellenőrzésekre. A gyorshajtók, az elsőbbségadási és kanyarodási szabályokat megszegők, illetve az ittas vezetők forgalomból való kiszűrésére. 2022. 6. hetében 26-szor intézkedtek a megye rendőrei alkoholfogyasztás utánvezetőkkel szemben, közülük 12-en gépi meghajtású járművel közlekedtek. Emellett több korábbi intézkedés nyomán indult büntető eljárás iratait továbbították a rendőrök az ügyészségre. Számos jótékony hatása van a meccésnek a gyümölcsfákra, ugyanis egészségesebbé és hosszabb életűvé válhatnak. Szűcs Gergely kertész arra hívta fel a figyelmet, hogy itt az ideje a munka megkezdésének. A tavasz közelettével érdemes elővenni a metszőollókat, és amikor nincs fagy, vagy nem esik az eső, hozzákezdhetünk a munkához. Szűcs Gergely kertész elmondta, a metszés fontos tevékenység, mert akár a termés mennyiségére is jelentős hatással lehet. Az alakítás során szabályozzuk a fa növekedését, a fának a koronaformáját kialakítjuk, ezáltal egyöntetű érést és betegségre kevésbé fokékony koronaformát tudunk kialakítani. Amire kell törekednünk, az az, hogy a gyümölcsfán található termőrészek és hajtórészek, hajtórészekből hajtás fog képződni, a termőrészekből vagy termőrügyekből pedig virág, ami a később termésé fog alakulni, és ezeknek a arányát megpróbáljuk kialakítani a fán belül. A legjobb, hogyha 50-50%-ba, tehát van hajtás is rajta, és van termés is, de egyik sincs túlsúlyba. A metszéssel kedvező élettani hatást gyakorolhatunk a növényekre.
Szűcs Gergely elmondta, a fák nem csak egészségesebbek lesznek, hanem általában az élettartamuk is megnő. A fáknak a belsejéről elsőnek eltávolítjuk azokat a betegséggel fertőzött vagy elszáradt ágrészeket, amik esetlegesen később bajt tudnának okozni, utána felfelé vagy a befelé törő ágrészeket, és utána, ami ezután marad, az már egy olyan fajta technológia, vagy egy olyan fajta dolog, amiben lehet nagy hibákat is elkövetni, de hogyha nagyrészt a fának a növekedésével, vagy a rügyek helyzetével, hogy milyen rügy az hajtó vagy termőrész, akkor ismertetve, akkor már nem tudunk nagy hibát elkövetni. A meccés során az számít jó aránynak, ha az ágak 30-40%-át távolítjuk el. Ha ennél többet vágunk le, akkor több hajtás indul el, de kevesebb termést hoz majd a növény. A Ferencváros igazolta le a Gyulai Grosics Akadémia neveltjét, Pászka Lórándot. Rövid hírek következnek. Pászka Lórándot, a Gyulai Grosics Akadémián nevelkedett labdarúgót szerződtette hétfőn a 32-szeres bajnok Ferencvárosi Tornaklub. A 25 éves játékos 2011-től a Grosics Akadémián nevelkedett. Ott végigjárta az utánpótlás csapatokat, amelyekben 48 mérkőzésen 27-szer talált az ellenfelek kapujába. 2013. augusztusában mindössze 17 évesen az akkora harmadosztályban Gyulán szereplő Szeged 2011-ben fejlődhetett tovább, ahol első évében 34 mérkőzésen kapott lehetőséget. A védő 2015. februárjában kölcsönben a Várfürdő Gyulai Termár FC-hez került. Ezt követően visszatért az immáron MB2-ben szereplő Szeged 2011 Grosics Akadémiához, ahol egészen 2019. júliusáig játszott. A hazai mérkőzései Gyulán játszó együttesnél ez idő alatt alapemberré vált. A Ferencváros zöld-fehér mezét 280 mérkőzésen viselő Takács László egykori tanítványáról azt mondta, hogy az első pillanattól kezdve lehetett látni a fiatal játékoson az elszántságot. Az edzéseken odafigyelt minden olyan momentumra, amely hozzásegítette a fejlődéshez. Pászka Lórend stabil teljesítményére Budapesten is felfigyeltek, és 2019 nyarán a Soroksárhoz került, ahol szintén meghatározó tagja lett a csapatnak. Összesen 77 alkalommal szerepelt Lipcsei Péter együttesében, és védőlétére 6 gólt is szerzett, míg az idei 22 MB2-es bajnokián 5 gólpasszal jelentkezett. Pászka Lórend kérdésünkre elmondta, Gyulára egy ismerőse által került, aki felhívta a figyelmét arra, hogy próbajátékra lehet jelentkezni a Grosics Akadémián. Kézdivásárhelyiként több mint 500 kilométert utazva nem volt egyszerű helyzetben. Pászka Lórend kiemelte, gyermekkori álma vált valóra azzal, hogy leigazolta a Fradi. Hajnal Tamás, az FTC sportigazgatója a Fradi médiának azt nyilatkozta, Pászka Lórend meggyőző teljesítményt nyújtott az elmúlt időszakban az MB2 mezőnyében. Ezt követően januárban lehetőséget kapott az MB1-ben, a Ferencvárosnál. Szakmailag és emberileg is olyan teljesítményt nyújtott, amely azt mutatta, hogy ezt a szintet is meg tudja ugrani. A legutóbbi három nap alatt a hétfő reggeli adatok szerint 465 új Békés megyei koronavírus fertőzöttet vettek nyilvántartásba. Egy héttel ezelőtt ez a szám 826 volt, így az adatokból arra következtethetünk, hogy mérséklődik a járvány terjedése. A pandémia 2020-as kezdete óta Békésben 50.302 ember kapta el a kórt. Mindez azt jelenti, hogy Heves és Borsodabaú-Zemplén megyével Békésben nevezhető a legjobbnak a helyzet, ha a lakosság arányos beteg számokat vizsgáljuk. Az elmúlt három napban országszerte 21.081 új fertőzöttet igazoltak, elhunyt 271, többségében idős, krónikus beteg. 5.186 ember tápolnak kórházban, közülük 199-en vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 6.383.000, közülük 3.770.000-en a harmadik, 161.000-en pedig a negyedik oltást is felvették. A 13. havi nyugdíjról szeretnék rövid tájékoztatót adni. Megbecsüli a nyugdíjasokat a kormányzó párt szövetség, hangsúlyozta a hétfő délelőtt Gyulán megtartott sajtótájékoztatón Kovács József. Térségünk országgyűlési képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy már tavaly megszülettek azok a döntések,
melyek révén idén két fontos, az idősek életét pozitívan befolyásoló intézkedést is bevezethetnek. Kovács József hangsúlyozta, a baloldal már számtalan alkalommal támadta a 13. havi nyugdíj visszaadását. A magyar adórendszer 2022-ben számos ponton módosult. Az adóváltozások a szociális hozzájárulási adót is érintették, melynek változott a mértéke, illetve új adókedvezmények léptek életbe. Idén január 1-től a munkáltatók terhei 4% ponttal csökkentek annak köszönhetően, hogy a szociális hozzájárulási adó mértéke 15,5%-ról 13%-ra mérséklődött, valamint megszűnt az 1,5%-os szakképzési hozzájárulás. Az új adókedvezmény az összes, szocóból érvényesíthető kedvezményt követően vehető igénybe. Ha a fizetendő adónál több a kedvezmény, vagy az adózónak nem kell szocót fizetnie, akkor adó visszaigényléssel érvényesítheti a kedvezményt. A költségvetési szerv kifizetők is érvényesíthetik az új adókedvezményt, mivel arra nem vonatkoznak a szocó adókedvezmények közös szabályai. Maros András kortársíró színpadra adaptált művét, a Redőnyt láthatták a nézők szombat este a Gyulai Várszínházban. Az előadást Új Mészáros Károly rendezte. A történet egy vidéki lány sors tragédiájáról szól. Lass Bea a főszereplő Éva édesanyját Mártát alakítja, aki egy nagyon kemény, magának való szigorú asszony, és nem könnyíti meg lánya életét. A jelenetek pörgősen, szinte filmszerűen váltják egymást a darabban. Éva egy lagziban megismerkedik egy fiúval, akivel összeházasodnak és gyermekük születik. Pataki Ferenc, aki az előadásban a főszereplő anyukának a fiát, Nándit játsza, narrátorként vezeti végig a nézőket életének fontosabb állomásain. Napjaink egyik alapvető problémája, hogy nem figyelünk eléggé a másik emberre. Az előadás üzenete az, hogy felhívja erre a figyelmet. Kábítószer gyanúját keltő anyagokat találtak a rendőrök február 13-án vasárnap Gyulán a közúti határátkelő helyen egy belépésre jelentkező személygépkocsiban. A jármű utasát, egy 42 éves román állampolgárságú férfit a rendőrkapitányság nyomozói bűncselekmény gyanúja miatt kihallgatták. A rendőrök a lefoglalt növényi törmelék kábítószer hatóanyag tartalmát szakértővel vizsgáltatják meg. Felújítják az Eleki Román Iskola tornatermét. Lapszemle következik. Korszerűsítik a tornatermet Eleken. Az Eleki Román Iskolát 105 millió forint kormányzati támogatásból újították fel tavaly, írta a Beol. A miniszterelnökség most az iskola tornatermének felújítására és sportudvarának kialakítására biztosít további 50 millió forintot. Az eukarisztia mindannyiunk erőforrása. Kis Rigó László püspök nyitotta meg a dómban, Bálint Sándor hagyatékából nyílt tárlatot, adta hírül a szegedcsanád.hu. A kiállítás képet ad arról, hogyan kezdődött az eukarisztia tisztelete a középkorban, és betekintést nyújt a néprajztudós kutatásaiba és hitvalló keresztény életébe. Járda és híd felújítás kezdődhet. Nagyjából 40 millió forintot nyert a békési önkormányzat. A békési újság arról számolt be, hogy a Kígyó utca, illetve a Csókzug útburkolatának megújítása mellett a Csókhidat is korszerűsítik. Kevesebb az erdei fülesbagoly. Idén a szokásosnál kevesebb erdei fülesbagoly választotta telelőhelyéül a délalföldi településeket, közölte a kmnp.hu. A kevesebb madároka a Gyulán is az, hogy nagyon kevés a táplálékul szolgáló rágcsáló. Enyhébb időre számíthatunk a következő napokban. Hajnali fagyok egyelőre nem jelentkeznek. A hétvégére kisebb lehűlésre készülhetünk. Szerdán még eshet kevés eső, később egyre többször kisüthet a nap. A hőmérséklet 4 és 11 fok között alakul. Csütörtökön napos és felhős időszakok váltják egymást. A hőmérséklet 5 és 12 fok között alakul majd. Lássuk még egyszer mai híreinket. Ősszel kezdődhet az új projekt.
A gyermekparadicsom befejezése után építhetik meg a termálpalotát. 173 új fertőzött. A keddi adatok alapján is kedvezőbb képet mutat a járvány Békésben. Interaktív kiállítás. A megyei értéktár elemeit mutatják be a művelődési központban. 26 itt a sofőr egy hét alatt. Továbbra is sokan vezetnek alkoholfogyasztás után. Kezdődhet a fák meccése. A növények egészségesebbé és hosszabb életűvé válhatnak. A Gyula TV híradóját látták. Nézzék híreinket, videóinkat a Facebookon, a YouTube-on és a gyulatelevizio.hu oldalon is. További jó tévézést kívánunk, köszönjük figyelmüket!